Tehát oda sor, segítenek neked. Gyülekeznek a gyerekek a Váci Mihály általános iskola torna termében. Az ok nem hétköznapi, hiszen Guinness rekord kísérletre készültek a diákok, méghozzá az országszerte több helyszínen, egy időben kézmosás oktatáson résztvevő tanulók világcsúcsának megdöntését tervezte az ANTS EBAG csapata. Az időpont sem véletlen, hiszen az Egészségügyi Világszervezet minden évben május 5-én tartja a Kéztisztaság Világnapját. A WHO ezt elsősorban egészségügyi intézmények, kórházak számára találta ki, de most már néhány éve nagyon sok egyéb intézmény, oktatási intézmények, civil szervezetek csatlakoztak ehhez. Nagyon fontos tudni, hogy igazándiból a kézmosással nagyon sok légúti és gyomorbérrendszeri betegség megelőzhető lenne. Ennek ellenére a gyermekek iskolai hiányzásának a túlnyomó többsége ebben a két megbetegedésben, tehát ilyen hasmenéses megbetegedésekben, illetve légúti megbetegedésekben történik, holott a megfelelő szappanos kézmosás ezekre gyakorlatilag nagyon jó eséllyel védelmet nyújtana. Többek között ezért is jelentkezett a különös rekordkísérletre a Váci iskola. Az intézmény igazgatója azt mondta, a gyerekek számára sosem késő elsajátítani a kézmosás lépéseit és szükségességét. Ne csak azért, mert mi felnőttek elvárjuk tőlük és mondjuk, hogy meg kell mosni a kezedet étkezés előtt, tüsszentés után, és különösen, hogyha beteg vagy, hanem hogy tudják, hogy ennek mi az értelme, miért fontos ez. A másik fontos dolog volt számunkra az, hogy az ANTS-szel évek óta kapcsolatban vagyunk, az e-book programjaikban részt veszünk, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy most is ott van a helyünk mellettük. A megyéből 6 iskola regisztrált a csúcsdöntési kísérletre, országos szinten több mint 11 ezer gyerek jelentkezett. A Szent Iváni Intézmény 347 diákja képviseltette magát az eseményen. Volt olyan kisiskolás, aki már a rendezvény előtt tisztában volt a helyes kézmosás technikájával. Igaz, mint utóbb kiderült, még neki is volt mit tanulnia. Hát először megmosod a tenyeredet, aztán a kézfejedet, az ujjaidat. Hát végül is mindenhol megmosod a kezedet. És azt tudod, hogy mivel kell? Samponnal. A jelenlegi csúcstartó a skóciai Glasgow, ahol 3089 diák vett részt a kézhigiénés tanórán. Ezt jó eséllyel túlszárnyalhatják a hazai iskolások. A kezdeményezés önmagáért beszél, a hivatalos eredményre azonban valószínűleg még heteket kell várni.